Az önálló valutának nincs semmi értelme. A Kompország vendége Györfi Dóra. Györfi Dóra politológus, közgazdász, professzor, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára. 1978-ban született Budapesten. A Harvardon és a Közép-Európai Egyetemen tanult. Tudományos pályafutása előtt a világ elitjébe tartozó magasugró volt, felnőtt Európa-bajnoki és junior világbajnoki ezüstérmet szerzett, a 2003-as univerziádét pedig megnyerte. Karrierje során 1997 és 2007 között egyetlen évet leszámítva folyamatosan megnyerte a magyar bajnokságot. Szabadtéren 2001 óta tartja a magyar rekordot, kereken 2 méteres ugrásával. Üdvözlöm a nézőket! Ez a Kompország, a Magyar Hang beszélgetős közéleti portréműsora, és mai vendégünk Györfi Dóra politológus, közgazdász professzor, nem mellesleg Európa bajnoki ezüstérmes magasugró. Nagy tisztelettel, szeretettel köszöntöm a stúdiónkban. Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást. Itt a Magyar Hang stúdiójában beszélgetünk, és már meg tudom mutatni az eheti, ugye pénteken megjelenő számunkat. Elkészült, megkaptuk a nyomdából. Sodró Eliza színésznővel van nagy interjú, aki érdekes és fontos dolgokról beszélgetett Lakner Dávid kollégámmal. És ma ugye csütörtökön beszélgetünk, ami most azért érdekes, mert Európai Uniós csúcs van, aminek ugye nyilván az eredményét még nem tudjuk, illetve kormányinfót is tartanak, hogy a kormány milyen bejelentéseket tesz, de azt gondolom, hogy azért a folyamatokról így is bőven tudunk beszélni tágabb perspektívában. És ha úgy tetszik, egy ilyen szembesítéssel kezdeném ezt a beszélgetést. 2022 végén a Válasz Online-on volt önnel egy beszélgetés, ahol a tavalyi évről, tehát 2023-mal kapcsolatban azt mondta, nem mondom azt, hogy jósolta, hanem hogy a várakozásait elmondta, ebből idéznék, hogy nagyon nehéz éven leszünk túl, továbbra is magas lesz az infláció, reménykedem, hogy nyugati segítséggel addigra az ukránok nyernek és vége lesz a háborúnak. A kamatszintek emelkedése miatt ingatlanpiaci lassulásra, árcsökkenésre is számítok, ezért féltem azokat a családokat, akik a közelmúltban az ingatlanpiac tetőpontján vettek iszonyatosan drágán ingatlant és közben eladósodtak. Azt tudjuk, hogy a háború nem ért véget, de itt egy reményt, azt gondolom, hogy sokunk reményét fogalmazta meg, ezt nyilván ma is megfogalmazhatnánk, hogy reméljük, hogy ez az év elhozza a békét. De egyébként azokat a gazdasági folyamatokra vonatkozó jóslatait mennyire látja igazoltnak? Nyilván az infláció magas volt, azt tudjuk, de azt is szokták mostanában mondani, mert elsősorban a kormányzati kommunikáció, hogy hát a nehezén már túl vagyunk, hiszen az infláció ugyan nagyon magas volt, de az év végére azért már ugye a számok elég jó eredményt mutattak. A recesszión is túl lehet már az ország, tehát ilyen értelemben van ok a megkönnyebbülésre? Valamennyire mindenképpen van ok, tehát tavaly az éves átlagos infláció az 17% volt, vagy még egy kicsit magasabb. Ez lejött decemberre 5,5%-ra, és idén is egy egyszámjegyű infláció várható. Azt gondolom, hogy mindenki számára nehéz év volt, tehát az emberek megtakarításait ezt jelentősen befolyásolta, a reálbérek jelentősen csökkentek, és a fogyasztás is talán 3%-ot csökkent, a háztartási fogyasztás, és azt gondolom 2023 az az év, amikor valószínűleg kimutatják azt, hogy Magyarországon a lakossági fogyasztás az Európai Unióban az utolsó. 2022-ben Bulgária még mögöttünk volt, Magyarország az Európai Uniós átlag 71%-án állt, Bulgária 69%-án, és 23-ban Bulgáriában talán 3%-kal nőtt a fogyasztás, nálunk 3%-kal csökkent, úgyhogy ha ezt összerakjuk, akkor nagy valószínűséggel Magyarország lett az Európai Unió legszegényebb országa, hogyha a lakossági fogyasztást nézzük. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez mindenképpen egy nagyon szomorú határpont. Az ingatlanpiacon a nominális árcsökkenés az kicsi volt, de látszik, hogy a tranzakció szám az nagyon leesett, illetve hogyha hozzáveszünk azt, hogy tehát volt egy közel 20%-os infláció, az árak meg nominálisan egy pár százalékot csökkentek, akkor az egy elég jelentős reálérték csökkenést jelent. Azzal kapcsolatban van egy vita, vagy többféle vélemény fogalmazódott meg, hogy a fogyasztás csökkenése hátterében mi áll. Ugye a miniszterelnöknek volt egy olyan nyilatkozata, ami arról szólt, hogy a
hát a magyar emberek ilyenkor bölcsen viselkednek, és a megtakarításaikat gyarapítják inkább. Mások pedig azt mondják, hogy itt egyértelműen már arról van szó, hogy a megtakarításokat is kezdték felélni az emberek, és egész egyszerűen. Hát ez már kezd elfogyni, tehát hogy a tartalékokból kezdenek kifogyni. Most ez a két állítás azért kicsit ellentmond egymásnak. Ezt közgazdaságilag helyre lehet tenni, tehát a számok itt egyértelműen mutatják, hogy mi történik. Hát itt a beruházások is csökkentek, még egyszer a reálbérek is csökkentek, tehát nagy valószínűséggel az emberek a megtakarításaikat is nem arról van szó, hogy az emberek a fogyasztásokat úgymond visszatartják, vagy késleltetik, tehát hogy nyilván bizonyos területeken ezt nem lehet, mondjuk az élelmiszer vásárlásnál kevésbé, de egyéb árucikkeknél azért azt meg lehet tenni, hogy elhalasztják azokat. Tehát meg lenne elvileg, csak inkább óvatosságból teszik ezt. Persze megfeleződött az ingatlanpiaci kereslet, tehát, de hogy ezt pozitívként mutassuk be, azért ez egy meglehetősen ritka. Tehát ezt lehet sokféleképpen elmondani, és végül is túléltük, tehát, de örülni nem kell neki, és ráadásul nagyon fontos, hogy az egész Európai Unióban Magyarországon volt a legmagasabb az infláció, nem nálunk volt a legnagyobb a visszaesés, de visszaesés volt, és ráadásul ezt igazából belső tényezők okozták, tehát szankciók azok minden országot érintettek, és az a fajta makrogazdasági politika, amit az a kormány az elmúlt évtizedben folytatott, annak értünk el egyfajta határát. Tehát a COVID-járvány előtt volt a nagyon laza monetáris politika, és a forint leértékelése, a COVID után pedig a rendkívül laza költségvetési politika. Ez egyébként még mindig folyik, tehát az elmúlt 4 évben 6% vagy a fölött volt a költségvetési hiány, és most pedig egyes területeken durva megszorítások vannak, más területeken meg pazarlás, de minden esetre az a több mint 2000 milliárd forint értékbe töröltek el beruházásokat, vagy állítottak le beruházásokat, és azt gondolom ez is hozzájárul ahhoz, hogy nem csak a fogyasztás csökkent tavaly, hanem a beruházások is. Kicsit a hiányról még talán érdemes beszélni, mert én még emlékszem arra, hogy régebben, tehát jó pár évvel ezelőtt az, hogy hogyan alakul a költségvetési hiány, ez egyébként a közbeszédben is egy nagyon fontos téma volt. Most elég, ha itt a 2006-os történésekre utalok, és ugye ezt valaki most nemrégiben felidézte, és ebből eléggé nagy vita is kerekedett, ugye Zsidai Viktor befektetési tanácsadó pénzügyi szakértő azt mondta, hogy a költségvetési adatokat egy kicsit közelebbről megvizsgálva, az elsődleges egyenleget, akkor azt látja, hogy a 2006-oshoz hasonló állapotban van a költségvetés. Ezt ugye Varga Mihály pénzügyminiszter visszautasította, azt mondta, hogy ég és föld a kettő közti különbség. De hát azért tudjuk, hogy a 2006-os helyzet az milyen politikai válsághoz vezetett, és ezt a politikai válságot azért most itt nem látjuk Magyarországon. Egyébként indokolt ez az összevetés a költségvetés állapotát tekintve? Az összevetés az abszolút indokolt, tehát még egyszer 7,8 volt a hiány 2020-ban, aztán 7,262 és 5,9-et mondanak a tavalyi évre, de ez valószínűleg magasabb lesz. Ez van egy ilyen tulajdonsága, hogy az idő elteltével nő a hiány visszamenőlegesen. Annyi a különbség a 2002-2006-os időszakkal szemben, hogy abban az időszakban a költségvetést azt devizahitelekből finanszírozták, és a háztartások is devizában vettek fel hiteleket, mert nagyon magas volt a forintkamat, és most a devizaadósság aránya az jóval kisebb, tehát 26%, ami azt jelenti, hogy van némi mozgástér. De mindenképpen tehát súlyos költségvetési problémák vannak, és súlyos költségvetési feszültségek most is. Ugye az érdekes, hogy a kormány két tagja között itt ebben kapcsolatban, hogyha vita is lenne, ugye Varga Mihály azt mondja pénzügyminiszterként, nagyon őt nem is mondhat mást, hogy ragaszkodik a fegyelmezett költségvetési politikához, ami akkor ezek szerint igazából nincsen, tehát olyasmilyen ragaszkodik, amit inkább meg kellene teremteni. Ehhez képest ugye Nagy Márton, akit a tavalyi év végén a kormányzaton belüli hatáskör átrendezéssel egyértelműen a kormányzati gazdaságpolitika irányítójának vagy főfelelősének tett meg a miniszterelnök. Ő pedig azt mondja, hogy a hiány tartásánál fontosabb a gazdasági növekedés, ezért az államnak, a kormánynak ezt ösztönöznie kellene, és hát hosszú távon majd, ha a növekedés az úgy is kisimítja a hiányt.
Igen, ez egy csodálatos dolog, mert ez a húz meg, erez meg politika, tehát amikor én költségvetési hiányból írtam a doktori diszertációmat, éppen a 2000-es évek elejének az eseménye hatására, és már akkor is az idősebb kollégáimtól megtanultam ezt a húz meg, erez meg politikát, ami nagyjából a Kádár rendszerre húzódik, tehát Kádár rendszerre. Igen. Megy vissza, és azt jelenti, hogy amikor van pénz, akkor próbálják önteni a gazdaságba, és akkor, amikor jön a válság, akkor hirtelen megszorítás van, és ez azt jelenti, hogy a politika úgymond prociklikus a gazdaságpolitika, tehát elvileg az lenne a gazdaságpolitika feladata, hogy amikor magas növekedés van, akkor fegyelmezett legyen a pénzpolitika, tehát alacsony infláció és alacsony költségvetési hiány, mert hogy a gazdaság ciklikusan változik, és akkor a ciklus lefelé menő szakaszában kell kicsit könnyíteni a költségvetési politikán és vagy a monetáris politikán. És amikor volt ez a magas nyomású gazdaság elképzelés a 2016 után, ez is Nagy Márton nevéhez fűződik, és akkor is ugyanez volt, hogy nem elég a növekedés, tehát a magyar gazdaság potenciális növekedése, miután annyira alacsony a termelékenység, tehát ilyen évi 1% körüli, tehát a potenciális növekedés nem lett 5% ebből. De hát akkor is hajtották a növekedést a olcsó hitelekkel és mindenféle pazarló politikákkal, és akkor, amikor jött a Covid, akkor közölte a kormány, hogy ő nem tud segíteni a bajba került vállalkozásoknak, tehát tudjuk jól, hogy tehát a munkanélkülivé vált embereknek, tehát nem igazán volt olyan szintű támogatás, mint Európa más országaiban. És akkor most megint kezdik. Tehát megint a ciklus, most akkor kilábalunk a recesszióból, akkor most a felfelé való íven, akkor most erre még megint rá segítenek költségvetési fegyelmezetlenséggel, megpróbálják a jegybankot is afelé nyomni, hogy akkor csökkentse minél inkább a kamatokat, és akkor ugyanaz lesz, mint az elmúlt, nem tudom, 3-4-5 évtizedben, hogy akkor megint majd, amikor jön valami fajta lassulás, recesszió vagy válság, akkor megint nem lesz tere annak, hogy segítsék, és egy picit simítsák a ciklust, és akkor mindenhez hozzájön ez a szakirodalomban a politikai üzleti ciklusoknak nevezett jelenség, ami azt jelenti, hogy akkor a választási években akkor muszáj megnyomni a növekedést, lesz, ami lesz. És ezt láttuk 2022-ben, amikor kiszortak GDP 3-4%-ának megfelelő juttatást a családoknak, és ezzel kvázi szavazatokat vásároltak, és akkor most megint választás lesz, és akkor megint próbálkoznak valami módon tehát szavazatokat megszerezni, így módon, hogy a makrogazdasági egyensúly kárára. És hát ennek most konkrétan az a problémája a 24-es évre, hogy éppen lejött az infláció erre a 5-6%-ra, amit igazából a fogyasztás visszaesés és a recesszió okozott, és akkor most akkor megint felfűtik az inflációt, ami megint háztartások megtakarításait erodálja a reálbéreket, tehát megint ezt a húz meg, erezd meg politikát folytatják, és hát nagyon unalmas nézni őszintén szólva, hogy ennyi évtized után tényleg a magyar gazdaságpolitika éppen aktuális vezetői valahogy soha nem képesek belátni. Tehát semmit sem tanulnak. Igen, ez egészen megdöbbentő, és ugye én még nem vagyok nagyon idős, de hát nálam egy generációval idősebb kollégák már annyi ilyen ciklus láttak, és akkor így hát mosolyogva nézik, hogy akkor még mindig nem sikerült megtanulni, hogy át kellene állni az anticiklikus politikára, és a ciklus lefelé menő ágában kell könnyíteni, nem pedig fölfelé. De hát ez tényleg falra hány borsó, akárhányszor elmondjuk, és már elég tényleg több évtizede. Akkor amit mondjuk a költségvetési tanács megfogalmazott kritikát, az is falra hány borsó lehet? Tehát őket azért nem lehet a kormányzattal szemben ellenséges szervezetként definiálni, és ők jelentős kockázatokra hívták fel a figyelmüket a jelentésükben, akár a növekedési prognózissal kapcsolatban, akár az inflációval, illetve az adósságszabály teljesülésével kapcsolatban. Tehát, hogy egyébként
az idei évre ennek fényében lehet valami fajta jóslást tenni az a kapcsolatban, hogy mondjuk az infláció hogy fog alakulni, a növekedés hogy fog alakulni ahhoz képest, ahogy a kormány ezt tervezi és beleírta a költségvetésbe, amit azért gránit szilárdságúnak valóban nem érdemes nevezni. 23-ban egy néhány szorát írták a költségvetési számot, hát a növekedési számot is jó sokszor át kellett írni. Ennek a költségvetési tervezésnek ennek az a sajátossága, hogyha kellően optimistán tervezik, akkor lehet nagy bevételeket tervezni, és akkor nagy költekezéseket is lehet tervezni, és akkor, amikor nem teljesülnek ezek a nagyon optimista tervek, akkor pedig ilyen tűzoltásszerűen megszorítanak, és sajnálatos módon általában olyan helyeken szoktak megszorítani, ami nem tudom, lakosság, infrastruktúra, beruházások, iskolák, tehát ilyen az állam hagyományos feladatain szoktak megszorítani, és akkor a kormányzat kedvenc projektjeit, hát most éppen az akkumulátorgyártó cégeknek adott támogatásokat, azt általában érintetlenül hagyják ezek a tűzoltószerű intézkedések, és hát most azt lehet tudni, hogy tehát a kormányzat ilyen 4-5%-os növekedéssel számol, hát a kutatóintézetek inkább 2,5-3%-ossal, az elmúlt időszakban inkább a kutatóintézeteknek lett igazuk ebben, tehát ez azt jelenti, hogy ha tényleg csak 1%-kal kevesebb a növekedés, mint amit a kormányzat vár, akkor már az jelentős változtatásokat igényel a költségvetésben. Annak mi értelme van, hogy a kormány már évek óta azt a gyakorlatot követi, hogy viszonylag korán elfogadja a következő évi költségvetést, és most is arról van szó, hogy majd a tavaszi ülésszakban, tehát legkésőbb nyár elejéig elfogadják a költségvetést. Ugye tavaly úgy jártunk, vagy úgy járt az ország, hogy 2023. január 1-én egy darabig után nem is volt a parlament által elfogadott költségvetés, mert úgynevezett rendeleti költségvetés volt, amelyeket azt hiszem eléggé példátlan a magyar politika történetben. Tehát, hogy miért ragaszkodik a kormány ez a gyakorlathoz, amikor mindenki tudja, hogy amit abba a tervezetbe beleírnak, az már az év végén sem lesz igaz, mielőtt ráfordulnánk a következő évre. Hát valószínűleg azért már ugye a saját magának teremt mozgásteret. Tehát van egy elfogadott költségvetés, és akkor utána onnantól azt úgy változtathatja, ahogy akarja. Tehát a magyar költségvetési szabályozás az én PhD témám volt, tehát a 2000-es évek elején, és hát akkor is tragikusan gyenge volt, tehát ez az átláthatóság, akkor ez a óvatos előrejelzések, akkor a parlamenti költségvetési elfogadás, tehát hogy az összes ponton a szabályozás nagyon gyenge volt. Hát most nagyjából nincs semmilyen szabály, tehát a kormány tényleg azt szereti, hogyha azt csinál, amit akar, és lehetőleg senki nem látja azt, hogy mit csinál, úgyhogy hát formailag van egy költségvetés, és akkor ők majd azzal kezdenek valamit, de hogy nem köti a kezét, az biztos. Hogyha jól értem, akkor valami olyasmire számít, mint ami 2022-ben volt, tehát hogy az év első felében hát jelentős, hát mondjuk nevezzük osztogatásnak ilyen intézkedéseket tesz a kormány, és esetleg utána az is bekövetkezhet, hogy lemegy a választás, megvan az eredmény, és utána viszont hirtelen megint lesz egy fordulat, amikor bizonyos értelemben így vagy úgy, de megpróbálja visszaszedni a kormány azt, amit kiszort. Ez egy elég bejáratott módszer, tehát, hogy már még egyszer a 90-es évek... Tehát ez nem a Fidesz innovációja, ez egy nagyon-nagyon régi módszer, tehát a 90-es években, amikor a politikai üzleti ciklusokat akarták illusztrálni, az mindig Magyarországgal és Kosztarikával volt illusztrálva, tehát, hogy ez nem egy újdonság. Nem lesznek nagyon kellemetlen intézkedések a választások előtt, és akkor a választások után majd helyreállítják, amit helyre kell állítani, és nem fogják kímélni azokat a területeket, amiket nem tekintenek prioritásnak, és ez általában az oktatás, egészségügy és szociális ellátás. Igen. Többször is emlegette azt a szót, hogy megszorítás. Ugye a kormányzata szokta hangsúlyozni, hogy az ő szótárukban ez nem szerepel. De konkrétan milyen intézkedésekre gondol, amikor megszorításról beszélt? Ugye a beruházások leállítását említette, no, de azok, ugye a megszorításnak a magyar társadalom azt érti annak, amit egyébként konkrétan meg is érez, tehát akár a pénztárcáján érez, vagy azt látja, hogy bizonyos szolgáltatásokhoz már nem tud úgy hozzáférni. Na most ilyen lépései voltak a kormánynak az elmúlt időszakban, tehát 2022 után óta.
Igen. Tehát a költségvetés politikai gazdaságtan az egy fantasztikus Igen. téma, tehát eleve, hogy a költségvetési kiigazítást milyen névvel illetjük, az magában látjuk, hogy az egy propaganda háborúnak az eleme lehet, tehát amikor próbálják levinni a költségvetési hiányt, akkor az nyilván valami fajta kiigazítást jelent, és ezt sokszor nevezhetjük megszorításnak. A megszorítás ugye történhet a bevételi vagy a kiadási oldalon, tehát a bevételi oldalon a különadók azok mindenképpen megszorítást jelentenek, és lehet, hogy ezt megpróbálják ráterhelni a multinacionális vállalatokra, de nyilvánvaló, hogyha a kereskedelmi cégekre kivetnek egy különadót, azt meg fogjuk fizetni a kasszánál, amikor élelmiszert vásárolunk. Ugyanígy, ha a telekommunikációs cégekre kivetnek egy külön adót, azt is megfizetjük, és valami oknál a gyógyszergyártókat sem szeretik, úgyhogy ők is kapnak egy külön adót, és azt is megfizetjük a kasszánál, tehát ez a bevételi oldalon ez megszorításnak számít. A másik oldal az a kiadási oldal, és hát a kiadási oldalon hát a legegyszerűbb módszer az a magas infláció, ami erodálja a reálbéreket, és a nyugdíjak indexálva vannak, de azt is később fizetik ki, de mondjuk az állami alkalmazottak bérei, azok nem feltétlenül vannak indexálva, úgyhogy választási évben egy kicsit többet emelnek nekik, és akkor, amikor nincs választási év, akkor pedig lenyeletik velük a 10-15%-os reálbércsökkenést. Tehát ez az egyik eleme, hogy mondjuk az állami alkalmazottak bérei nem tartanak lépést az inflációval, akkor a beruházások leállítása egy másik lehetséges elem, vagy amikor nem fizetnek ki számlákat mondjuk a kórházaknál. Tehát itt változatos lehetőségek vannak, de azt gondolom, hogy bőven lehet mondani példákat arra, hogy hogyan húztak ki beruházásokat, hogyan nem emelkedtek az állami szférában a reálbérek, és az, hogy milyen különadókat fizetünk. Igen. Az euró bevezetés az is folyamatosan ugyan témája a közbeszédnek, de igazából ugye már céldátuma sincs ennek. Ez mennyiben segítene a magyar gazdaság problémáin? Nyilván most nem arról beszélek, hogy holnap bevezetik az eurót, mert ennek nyilván a feltételei egyáltalán nincsenek meg. De ha önmagában az megtörténne, hogy valami fajta menetrend lenne, céldátumot kitűzne a kormány, ez javítana Magyarország helyzetén, és egyébként a piacok megítélését is javítana Magyarországgal szemben? Természetesen, igen. Tehát én nagyon régen nagy híve vagyok az euró bevezetésének, és hát indirekt bizonyítással lehet bemutatni azt, hogy az euró bevezetése az, és ennek az elmaradása, hogy ez mire jó volt jó, hát igazából semmire. Tehát erről is most jelent meg egy cikkem Bot Péter Ákosnak a 70. születésnapjára írt kötetbe, és ott végigvettem azt, hogy akkor mi jó született abból, hogy nem vezettük be az eurót. Tehát az első időszak az akkor volt, amikor nagyon stabil volt a forint, ezt úgy érték el, hogy nagyon magasan kellett tartani a kamatot, tehát emlékszünk 245-250 forint volt egy euró, és ez most úgy utólag nagyon jól hangzik, de akkor már arról volt szó, hogy fú, hát ez túl erős, és ez nagyon magas kamatokat igényel, és emiatt inkább devizába volt érdemes eladósodni, mert egy 5%-nyi kamat különbözet volt, és akkor ennek a vége lett a pénzügyi válság, amikor az tényleg nagyon 1 millió családot nagyon súlyosan érintett az, hogy a devizahitelek nek a terhe mennyire megnőtt, amikor a forint leértékelődött. Tehát felvették 2.45-ön, azzal a várakozással, hogy majd bevezetjük az eurót, és akkor ez esetleg még lejjebb megy, és akkor ez megéri. És akkor látjuk azt, hogy a túl erős forint a devizában való eladósodást segítette, és amikor elkezdett gyengülni, akkor ez az egész bedőlt. A másik, a túl erős forinttal a cégek is nagyon panaszkodtak, hiszen az export versenyképesség az gyenge volt. És akkor ők szerettek volna egy kicsit gyengébb forintot. A Fidesz kormány nagy híve volt a gyenge forintnak, és akkor úgy gondolták, hogy a költség alapú versenyképességet azt úgy lehet növelni, hogy akkor leértékelik a forintot. A forint leértékelése az azt jelenti, hogy a bérek, a magyar bérek akkor hát úgy lesznek versenyképesek, hogy nagyon alacsonyak. Ezt sikerült elérni, tehát hogy ez maradéktalan. Orbán Viktor azt mondta, hogy
hogy gyenge forint, gyenge kormány, de ugye akkor még ellenzékben volt. Akkor még ellenzékben volt, kormányon már igazából a devizahitelek kivezetésének egy nagyon-nagyon fontos indoka az volt, hogy na, akkor le lehet értékelni a forintot, és akkor ez így be is teljesült, tehát még egyszer 2010 áprilisában 265 volt egy euró. Hát most nagyon jó a forint, mert nem éri el a 400-at az euró ára, tehát de érzékelhetjük, hogy a magyar vagyon leértékelődött emiatt a politika miatt. Tehát leértékelődött a forint jelentősen, és ez ahhoz vezetett, hogy egyrészt a költség alapú versenyképesség, hát tényleg nagyon alacsonyak a magyar bérek, tehát ezt sikerül biztosítani, és ez hozzájárul ahhoz, hogy amit az előbb mondtam, hogy a magyar fogyasztás is nagyon alacsony. És még egyszer, valószínűleg Európa legszegényebb országa vagyunk, hogy lakossági fogyasztás szempontjából. De ennek a látványos és súlyos problémája az, hogy amikor a cégeknek nagyon olcsó a munkaerő, és nagyon kicsi a bérköltség, akkor végül is a termelékenységet akkor mégis miért erőltessék? És a magyar termelékenység írtózat. Tehát, hogy nemhogy nem történt felzárkózás az EU átlagához a termelékenység, tehát, hogy milyen hatékonysággal használjuk fel az erőforrásokat, hanem távolodunk az európai átlagtól. Tehát a leértékelés alapú versenyképesség erőltetésének a következménye az lett, hogy a termelékenység fejlesztésének az igénye az valahogy úgy elsikadt. És ez most jelenleg a magyar gazdaság legfontosabb problémája. Tehát, hogy a túl erős forint se volt jó, a túl gyenge forint, az, és akkor ez bezár minket a közepes jövedelem csapdájába. Tehát amikor nem igazán van. Tehát nem tudom, tehát már nem annyira alacsonyak a bérek, még nem szeretnénk ennyire alacsony béreket. Az innováció alapú versenyképesség az meg fényévekre van, mert arra meg nem, azzal meg oktatásra, innovációra nem igazán költenek. És akkor a forint még ugye akkor is érdekes, hogy esetleg az saját valuta segít minket abban, hogy a válságok ellen küzdjünk, de hát láttuk, hogy amint bármi probléma van a világgazdaságban, legelőször a forintot támadják, és mondjuk nem teljesen legelőször, de 2008-ban láttuk, hogy milyen támadás volt a forint ellen, és hát fölment 300 forint fölé az euró, és az egy óriási sokkot okozott akkor még. És láttuk azt, hogy a Covid idején, meg 2022 októberében már 4,30 volt egy euró, tehát bármi történik a világgazdaságban, folyamatosan a forintot támadják, és emiatt tehát a kamatszintet is magasan kell tartani annak érdekében, hogy a forint az valamilyen módon, hát nem stabil az árfolyama, de ne legyen annyira kiugró az ingadozása. És hát akkor azt látjuk, hogy igazából ennek az önálló valutának nagyjából semmi értelme nincs. Tehát, hogy se akkor nem jó, ha stabil és erős, ha gyenge és változékony, válságban meg inkább tehetétel. Akkor már ezt is szuverenitás kérdésként kezelni. Hát ennek az egyetlen egy értelme az hatalmi szempont. Tehát a hatalmi szempont részben az, hogy ezt a termelékenység növekedés hiányát valamilyen módon el lehet azzal rejteni, hogy jó, de mindenkinek van munkája, még hogyha ez rosszul fizet és rossz minőségű munka is. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy például azok a növekedési hitelprogramok, amiket a Magyar Nemzeti Bank bevezetett az elmúlt évtizedben, tehát, hogy ott olyan cégek is kaptak hiteleket, amik mondjuk egy európai központi banki szabályozásban nem fértek volna bele. És akkor így hát a klientúra cégeit is lehetett finanszírozni. És az árfolyam manipulálásával bizonyos rövidtávú politikai célokat el lehet érni, de ezeket szét kell választani attól, a megfontolástól, hogy mi a magyar gazdaság érdeke. Tehát az, hogy mi a hatalmi érdek, az egy dolog, meg mi a hosszú távú gazdasági érdek, az meg egy teljesen más dolog. Említett a közepes fejlettség csapdáját, és úgy tűnik, hogy a kormány ebből a csapdából való kitörésre egy utat lát, ez pedig ugye az akkumulátor beruházásoknak az erőltetése. Ezt nem fogom megkérdezni, hogy mi a véleménye az akkumulátor ipar ide telepítéséről, mert ide erről számos megszólalása, tanulmánya, cikke, interjúja volt már, tehát nagyon határozottan ellenzi. Ha egy tényezőt kellene először megnevezni, hogy mi az, amiért rossz ez nekünk, akkor az mi lenne? Tudom, hogy nagyon nehéz válogatni. Jó, akkor mondok egy olyat, ami hogy mi a érve ellene, olyan értelemben például, hogy hát végül is mi a baj azzal,
hogy Magyarországon találkozik ugye a német autóipar és a ázsiai-kínai akkumulátorgyártás, ugye a kettő nyilván összekapcsolódik, és hát ugye azt is szokták mondani, nem csak a kormányzati részről érvelnek hanem például ebben a műsorban, bár sok kritikát is megfogalmazott ezzel kapcsolatban, de ugye Pogácsa Zoltán például azt mondta, hogy hát végül is ez a zöld átállásnak is lehet az egyik útja, hiszen az elektromos autó, nem szóval ez a jövő, de hát hogy bizonyos tendenciák arra utalnak, hogy az lehet, ami a következő években meghatározza az ipari fejlesztést. Jó. Azért nehezen mondok egy okot, mert kettő konkrét okom van, tehát és tényleg a környezetet... Kettő ilyen fő ok van, és először említem a környezetet, mert az, hogy most az adófizetői pénzeket pazarolják, az nagy probléma, de az, hogy a környezetet évtizedekre tönkreteszik, az nem olyan, hogy egy költségvetési megszorítással helyre lehet állítani, tehát ez nagyon veszélyes iparág, és nagyon nem megbízható a magyar környezetvédelmi szabályozás és a hatóságok működése. Tudjuk jól, hogy ez a környezetvédelem az elmúlt évtizedben finoman szólva nem volt a kormányzat kiemelt programja, úgyhogy ezért is érzem rendkívül képmutatónak, amikor környezeti szempontokkal próbálják ezt indokolni. Ezt gondolom senki nem hiszi el. Tehát azt gondolom, ez egy nagyon veszélyes iparág. A másik problémám ezzel az, ami hát konkrét makrogazdasági kérdés, hogy lassan a GDP 8-10%-át költik gazdaságfejlesztésre. Soha nem láttunk számítást arról, hogy ezek a beruházások hogyan fognak megtérülni, és nem látni azt, hogy ez a magyar adófizetőknek miért éri meg, és hogy azt a pénzt, amit bele lehetne rakni az oktatásba, de ennek a töredéke is már nagyon sok lenne a magyar oktatásba, akkor azt miért adjuk oda ázsiai akkumulátor gyártóknak. Tehát nekem a legnagyobb, tehát az egyik nagy probléma az még egyszer, hogy ez milyen hatással van a környezetre, és Gödön és Komáromba látható az, hogy nagyon káros lehet a hatás, hogyha ez nincs megfelelően ellenőrizve, és nincs megfelelően ellenőrizve. Nincs is Magyarországon olyan toxikológiai kapacitás, ami lehetővé tenni, hogy egy ekkora iparágat ellenőrizni lehessen, és ha már a kormányzat e felé fordul, akkor minimum ezzel párhuzamosan kellene építeni azt a monitoring rendszert, ami biztosítja azt, hogy ne legyen tényleg több évtizedre kiható környezeti kár ezekből a beruházásokból. Tehát ez az egyik oldala, ami miatt nagyon erősen ellenzem, de a másik oldala pedig az, hogy teljes elpazarlása az adófizetői pénzeknek. Tehát a nagyon nem szeretik bevallani azt, hogy konkrétan mennyi állami támogatást kapnak, de most például az a Sóskútra, az Andrada cég, ami akkumulátor hulladék feldolgozó cég, 10 milliárdos beruházásra 4,7 milliárdos állami támogatást kap. Tehát ez milyen, tehát kifizeti az kormány az adófizetők pénzéből a teljes kockázatot ezeknek a cégeknek, és ráadásul az iparágnak az a része települ hozzánk, ami a legkisebb hozzáadott értékkel bír, tehát a gyártás. Ezek a cégek most már vannak kimutatások, tehát 2%-os profitrátával dolgoznak, amit az is biztosít, hogy mondjuk transferárazás van, és az, hogy milyen áron adják oda az akkumulátort papíron, az egy kérdés. És egyébként Magyarországon nincs semmi, ami ehhez kell. De hát a legnagyobb közgazdasági kritikám az, hogy a közgazdaságtan az arról szól, hogy szűkös erőforrásokat hogyan allokáljunk. Tehát, hogy hogyan allokálunk, és milyen mechanizmus révén, és ugye allokációs mechanizmus lehet a piac, vagy allokációs mechanizmus lehet a bürokrácia, és most jelenleg egy ilyen bürokratikus allokáció révén adófizetői pénzeket terelnek támogatásként ázsiai cégekhez, anélkül, hogy bármilyen számításokat mellé tennék, hogy oké, akkor ez most a költségvetésnek ez 5 éven belül visszahozza a támogatást, plusz 10 éven belül pedig óriási bevételeket hoz. De hát az államnak nem vállalkoznia kellene. És tavaly volt, tavasszal a G7 újságírója kiszámolt, hogy egy akkumulátoripari munkahely az 64 millió forintos magyar
állami adófizetői pénzekből kap támogatást kap. És azért tényleg minden kis és középvállalkozás gondoljon bele, hogy akkor egy-egy munkatársnak odaadnak 64 milliót, tehát konkrétan 10 évre előre kifizetik a béreket, és ez nem is magyar munkaerővel dolgoznak. Tehát mert hogy munkaerő hiány van az országban, tehát hogyha tényleg az egy ok, hogy miért nem tetszik ez a beruházás, tehát semmilyen hasznát nem látom. tehát nem lehet látni előnyét. Tehát hogy lehet ilyen képzelgéseket mondani, hogy akkor most itt találkoznak, és akkor ez milyen jó, de igazából nem élik bele az európai politikába, tehát az európai politika az... Azt mondják, hogy itt van azért verseny, és hogy Magyarország jól áll, mert hogy mások is szeretnének. Hát a verseny az abban van, hogy mennyi állami támogatást adnak nekik. Tehát az, hogy mi költünk a legtöbb adófizetői pénzt erre, az nem az a verseny, amit én szeretnék megnyerni. Tehát nem ebbe kellene versenyezni, hogy kiadja a legtöbb adófizetői támogatást, miközben a tanárokat nem tudják megfizetni, mert hogy nincs rá pénz. Tehát hogy lehet az, hogy arra van pénz, hogy ázsiai akkumulátorgyártóknak több száz, ezer milliárd fölötti összeget odaadjanak, akkor a teljes infrastruktúrát kiépítik számukra, és a napelemeket nem bírja el az energiahálózat, a vízinfrastruktúra is rendkívül rossz állapotban van, de ezekre szintén nincs pénz, ezeket a beruházásokat törlik, hanem arra van pénz, hogy kiépítsék a vízinfrastruktúrát ezeknek az akkumulátor gyártó cégeknek, amik még egyszer alacsony hozzáadott értékű tevékenységet végeznek, tehát kvázi gyártás, összeszerelés, soha nem térül meg a beruházás, és közben pedig pusztul a magyar infrastruktúra, tragikus állapotban van az oktatás, és akkor tényleg nehéz látni, hogy ebbe akkor most őszintén mi a jó. Hát hogyha közgazdaságilag ennyire nyilvánvaló, hogy ez egy zsákutca, ha a környezeti hatása is ennyire nyilvánvalóan rosszak és hosszú távon, akkor ez egy fenntarthatatlan út, akkor mi is, tudom, hogy nem látunk a kormányzati döntéshozók fejébe, de azért nyilván van valamilyen racionális magyarázat arra, hogy miért ezt a politikát erőlteti a kormány. Igen, biztos lehet keresgélni okokat, és ezt mindig felteszik nekem is ezt a kérdést, és akkor én a következő elemekre jutottam. Tehát az egyik az, hogy igazából nem gondolták át. Tehát valószínűleg volt egy német autógyártó cég, és egy kínai akkumulátorgyártó cég, és akkor ezt elképzelték, és lehet, hogy közösen prezentálták a kormányzatnak az ötletet, és akkor ekkora beruházás, az csak jó lehet. És akkor így elkezdődött, amit publikáltak Nemzeti Akkumulátor Stratégia 2022. októberében, akkor lett nyilvános, amikor már a CETI-t bejelentették, amikor már nem tudom, mire voltunk a harmadik legnagyobb akkumulátorgyártók, tehát utána hozták nyilvánosságra azt a stratégiát, hogy egyébként akkumulátor nagyhatalom leszünk. Tehát az tényleg egy olyan munka, hogy látszik, hogy mennyire sekélyes az erről történő gondolkodás. Tehát a közgazdasági gondolkodás ebbe, és ez nem is üzleti gondolkodás, az annyi, hogy hát sok akkumulátorra lesz szükség, hát és akkor ebből ők levonják a következtetést, hogy milyen jó, ha mind gyártjuk. De hát attól, hogy a világban sok narancsot adnak el, nem nálunk kell termelni. De, és ugyanígy igaz az akkumulátorra, de erről egyáltalán nem gondolkoztak, hogy akkor itthon nincs technológia, nincs nyersanyag, nincs munkaerő, és igazából energia sincs, ez egy rendkívül energiaigényes ágazat, tehát amit mi tudunk biztosítani, az a helyszín, meg a víz. De igazából éppen 2022-ben egy irtózatos aszályos év volt, és akkor ebbe az aszályos évbe bejelentenek egy ilyen rendkívül vízigényes beruházást, és teljes egészében prioritást élveznek a költségvetési döntésekben, tehát miközben még egyszer az állami alkalmazottak súlyos rábércsökkenést szenvednek el, ezek az akkumulátorgyártó cégek megkapják a több százmilliárdos támogatást. Na most a Nemzeti Akkumulátor Stratégiába az előnyök között első számú előnyként fel van sorolva az, hogy hát a kormányzat ezt akarja. De hát a kormányzati támogatás az nem egy
erősség, amikor egy iparágat tervezünk, és hát én elolvastam a svéd stratégiát, pontosabban ott egy ilyen északi akkumulátor övezet van, és az északi stratégiát, és mondjuk ők nem abba gondolkoznak, hogy a kormányzat ezt segíti. A kormányzat segít a koordinációval, de nem ő finanszírozza. És akkor hát ott van nyersanyag, van hideg, ami a hűtési folyamatokat azt segíti, van technológia, és egy csomó minden van, ami nálunk. De ez nálunk nem járható, ez nálunk nincs. Ez nincs. De hát nálunk akkor ez még nincs. Tehát a svéd modell az nálunk az, hát ott eleve úgy kezdődik a gyár, hogy még meg se építették, de tudják, hogy 100%-ban megújuló energiából fogják fedezni az energia szükségletét. Itt még szó nincs arról, hogy akkor teljesen megújuló energia. Tehát Magyarország még majdnem kétharmad részben fosszilis energiára épül a magyar gazdaság. Most idehozzák ezeket. 50%-kal nő a magyar energia szükséglet ezektől az akkumulátorgyáraktól, és ezeknek elvileg zöld energia kell. Mert az európai szabályozás olyan, hogy az díjaz, hogyha ez zöld energiából megy, de hát ötlet nincs rá. Tehát azt gondolják, hogy megépül Paks 2, de hát az most nem áll jól finoman szólva itt a háború idején. Tehát az akkumulátor stratégiába még egyszer, az a felismerés még ott is megszületik, hogy magyar cég ebbe be se tud kapcsolódni. Tehát, hogy igazából a teljes lánc települ ide, tehát még a műanyag részeknek a ázsiai gyártója is ide települ, és ugyanúgy megkapja ezt a brutális állami támogatást, aminek jóformán semmilyen feltétele nincs, tehát nem szükséges az, hogy ők magyar beszállítókkal dolgozzanak, és az akkumulátor stratégiában nincs szó arról, hogy az állami támogatások megtérülnek-e, tehát erről ez a kérdés fel sem merül, és ez egészen hihetetlen, és szintén nem nincs szó arról, hogy ez környezeti kockázatot jelent, és hogy az energia szükséglet honnan lesz fedezve. Az a igazából előnyként van ennek az iparágnak az odatelepítéséhez írva, hogy hát akkor ez rákényszeríti a kormányt arra, hogy gondolkozzon akkor, hogy hogyan fedezi ennek az energia szükségletét. És ugye ez egy elég drága és drága kényszer erre. Tehát az egyik magyarázata annak, hogy ezt miért csinálják, azért, mert tényleg nem gondolták végig. Tehát ez az egyik. A másik az, hogy ezeknek az akkumulátor cégek, gyáraknak és infrastruktúrának az építése, mintha átvette volna a stadionok szerepét a kormányzati építőiparnak. Amikor a GDP-t növeli ez, igen. Hát építenek valamit, de még egyszer, tehát olyan annyira lepusztult állapotban van a magyar energiainfrastruktúra, a magyar vízinfrastruktúra, tehát folyamatosan vízkorlátozások vannak nyaranta, csötörések, és hogy erre nincs, tehát ennek a felújítására nincs pénz, de 40 milliárdból a Iváncsai akkumulátorgyár víz hálózatát, azt arra persze van pénz, arra is van pénz, hogy munkásszállót építsenek közpénzből Debrecenbe, tehát erre mind van pénz, de még egyszer arról való gondolkodás, hogy ez konkrétan mikor térül meg, az nincs, tehát hogy az nincs, tehát hogy És akkor még spekulálhatunk geopolitikai indokokról, hogy akkor majd, hogyha sok akkumulátort gyártunk, akkor ezzel majd tudjuk zsarolni az EU-t, hogy kicsit elnézőbb legyen a jogállamisági eljárással kapcsolatosan. Ez a zsaroló gazdaságpolitika, ez létezik Oroszországban is, Kínában is, de amikor az oroszok a gázzal nem tudnak zsarolni, akkor mindenki átláthatja, hogy mennyi esélyünk van nekünk zsarolni az akkumulátorral. És hogy tényleg több ezer milliárdot elszórni arra, hogy legyen zsaroló potenciálunk a saját szövetségeseinkkel szemben, nem tűnik az adófizetők pénzének a leghatékonyabb elosztási módszerének. Még egy érvet próbálok mondani mellette, így halványan, hogy azt szokták mondani, hogy talán ez azért is jó, mármint kormányzati részről, hogy most, hogy mondjuk például az uniós forrásoknak a bejövetele az bizonytalan, egy részét felszabadították, de a nagyobb részét még mindig nem, lehet pótolni valamennyire azt, hogy hát ugye tőke érkezik Magyarországra. Ugye a héten is bejelentettek egy nagy, nem most jelentették be, hanem egy aláírás volt egy ilyen telek előszerződésnek, ugye a Szegeden lesz egy nagy kínai gyár, az más típusú egyébként. Tehát, hogy ez nem lehet egy olyan, hogy egész egyszerűen a magyar
költségvetésnek, vagy a gazdaságnak ilyen külső tőke bevonása van szüksége, és ezt most leginkább keletről tudják megoldani? Hát ezt szokták emlegetni érnek, de hát összesen lehet hasonlítani a két típusú tőkebevonást. Tehát az Európai Uniós források, azok azt jó esetben, tehát optimális esetben is elméletileg azt a célt szolgálják, hogy, hogy a magyar versenyképesség alapjait biztosítsák. Tehát ebből lehet úthálózatot építeni, lehet energiahálózatot építeni, lehet vízhálózatot építeni, lehet a vállalkozások fejlesztésére pénzt költeni, és lehet oktatásra vagy egészségügyre költeni. Tehát, hogy ez egy elkölthető, nem teljesen szabadon, de ez konkrétan megérkezik ez a pénz az országba, devizában, és akkor ezt közösségi fejlesztésekre lehet költeni. Na most ezzel szemben ezek az akkumulátorgyárak, tehát amikor azt mondják, hogy nem tudom, jön 7000 milliárd beruházás, akkor a gépsor az a 7000 milliárd, tehát konkrét pénz ebből nem. Tehát konkrét pénz az megy. Konkrét pénz az az adófizetői pénz, amit az adófizetők fizetnek azért, hogy ez ide jöjjön. És még egyszer, minden egyes ilyen beruházás, és nem szokták bejelenteni, mert egy kicsit azért ők is tudják, hogy elképesztő pénz is, és nagyon nem éri meg, hogy az adófizetők pénzéből erre költenek. Tehát minimum 10-15% az, amit hozzáraknak állami támogatást, igen, közvetlen elvileg munkahelyteremtésre szolgáló támogatást, de még egyszer, most már van olyan, hogy nem is kell új munkahelyet létrehozni, illetve ezek a munkahelyek nem magyar munkahelyek. Tehát erre hozzák be a vendégmunkásokat. Egyébként önmagában az baj, hogy jönnek Magyarországra vendégmunkások? Hát ugye társadalom zsugorodik, sokan, több százezer magyar elhagyta az országot, és ezek fiatal, ambiciózus, sokszor magasan képzett magyarok, akik, és tudjuk jól, hogy az ő termékenységi rátájuk az magasabb, mint az itthon maradottaké. Tehát a magyar gyerekek külföldön születnek meg, de talán őket nem kéne kellett volna arra ösztökélni, hogy elmenjenek. Tehát akkor valakiknek ezt pótolni kell, de hát az úgy nem jó pótlás, hogy akkor a magasan képzett magyarok eljönnek, és helyette bejönnek az alacsonyan képzett ázsiaiak, tehát ez egyfajta lakosságcsere, aminek hát nehéz örülni. Tehát nyilván európai társadalmakban megjelennek, és bizonyos fizikai munkákat, meg olyan munkákat, amit a helyiek már nem szívesen végeznek, akkor ezek jó, hogyha elvégzik ezeket a vendégmunkások, de mégiscsak arra kell gondolni, hogy akkor hogyan lehetne a magyarokat itthon tartani, hogyan lehetne haza csalogatni azokat, akik már elmentek, és hogyan olyan körülményeket teremteni, amikor szívesen vannak itt, mert jó az életminőség. De ez ugye az akkumulátorgyárnak, és akkor ez talán az egy átfogó, hogy semmilyen életminőségjavulást nem várhatunk. Még azt akartam megkérdezni, ez kint már kicsit elemelkedve ettől a témától, hogy az Európai Uniós pénzek, azok mennyire hiányoznak a magyar gazdaságnak most? Talán ugyanebben a nyilatkozatban, amit az elején idéztem, ott szó volt arról is, hogy egyértelműen azt mondta, hogy akkor jutunk hozzá ezekhez a pénzekhez, hogyha csatlakozik az ország az Európai Ügyészséghez. Most jelen pillanatban erről olyan nagyon nincsen szó. A pénzek egy részéhez hozzájutott az ország, vagy legalábbis az hozzáférhetővé vált, hogy a 10 milliárd euró, de nagyjából kétszer akkora mennyiségű összeg továbbra is hát zárolva van Magyarország számára. Itt valóban ez lenne a kulcs, ezt a lépést kellene a kormánynak megtennie ahhoz, hogy akkor ez a probléma elháruljon, és egyébként mekkora probléma az, hogy mi mindig csak a úgymond nekünk járó források egy részéhez fér hozzá elvileg az ország. Hát ez elég nagy probléma, tehát például éppen az akkumulátorgyárak energiainfrastruktúrának a fejlesztéséhez a kormány szeretné használni ezeket a pénzeket, tehát ilyen szempontból számára is probléma. Hát egy csomó fejlesztésre nincs pénz, egy csomó fejlesztést töröltek, és hát az Európai Ügyészségbe való belépés az ugye egy nagyon erős jelzés lenne. Most az a probléma van a magyar kormányzat számára, hogy nem azért, mert annyira nagyon szeretne megfelelni a szabályozásoknak, de még ha szeretne is, még hogyha őszintén lépne is, amit nem tesz, még akkor se hinnék el. Igen. Tehát, hogy annyira elvesztette a hitelességét, hogy még akkor se hinnék el, és nagyon erősen összefonódott ez a téma azzal, hogy milyen mértékben gátolja Ukrajna támogatását
a kormány, és milyen mértékben az orosz érdekeket képviseli az Európai Unióban és a NATO-ban is. Tehát és az orosz érdekek képviselőjéként nem szeretnék odaadni ezt a pénzeket az európai vezetők, és hát ezt a magyar politika is összehozta ezt a két témát, és hát az európai politikában is már ez a két ügy összefonódott, úgyhogy azt gondolom, hogy igazából az európai ügyészség az csak az egyik lépés, tehát fel kéne adni azt, hogy Putyin nevében üldögélnek a tárgyalóasztalnál a magyar politikusok, és akkor valami fajta bizalomépítés elkezdődhetne, de hát itt ugye szó nincs erről, és a bizalomnak van egy olyan sajátossága, hogy nagyon sokáig tart fölépíteni, és nagyon könnyű lerombolni, és most semmilyen bizalom nincs a magyar kormányzat iránt, tehát a magyar kormányzat még soha nem volt ennyire elszigetelt a szövetségesi rendszerében, mint most, és nem tűnik úgy, hogy vissza szeretne lépni ebből a politikából, tehát úgy volt, hogy nem mi hagyjuk utoljára jóvá a svéd NATO csatlakozás, de mégiscsak mi maradtunk utoljára, és ugyanígy az, hogy háborús helyzetben, amikor egész Európa biztonsága forog kockán, beleértve Magyarországot is, gondolom senki nem szeretne orosz szomszédot ide, a Putyin nemrég közölte, hogy Oroszországnak nincsenek határai, tehát ilyet nem szeretnénk, tehát Ukrajna egész Európa biztonságáért harcol, ilyen háborús helyzetben folyamatosan akadályozni azt, hogy Ukrajna megkapja azt a segítséget, amit meg kell nekik adnunk, mert ugye az oroszok addig jönnek, amíg meg nem állítják őket, az nyilvánvalóan teljesen állásra a bizalmat, és teljesen elszigetelté teszi az országot. Úgyhogy azt gondolom, hogy a két ügy összefügg, és én úgy látom, hogy a kormányban nagyjából le is mondtak ezeknek a pénzeknek egy jelentős részéről. Ugye majd, amikor ez a műsorodásra kerül, akkor már tudni fogjuk, hogy az Európai Uniós csúcson milyen megegyezés született, ha született az Ukrajna támogatásával kapcsolatban, de még egyszer mondom, a folyamatok íve az teljesen egyértelmű tekintetben. A beszélgetés vége felé egy másik témára szeretnék rátérni, hogy időről időre felmerül az a kérdés, hogy Budapest pályázzon-e olimpia megrendezésére, és hát az ön elég különleges életútját ismerve, hiszen nem csak a tudományos karrierje jelentős közgazdászként, hanem a sportolói karrier is, egy ilyen magasugróként ma is magyar csúcstartó, bár nem is tudom hány éve, nagyon régóta, több mint 20 éve. 23 éve. Európa bajnoki ezüstérmes is volt. És hát azt gondolnám, így, hogy ilyen háttérrel talán az a, ha nagyon sok kritikát fogalmazott meg a kormány politikájával kapcsolatban, de lehet, hogy talán van egy szegmens, ami úgy szimpatikus lehet, az a sportpolitika. És kíváncsi vagyok arra, hogy egy olimpiai rendezés témáját azt hogy tekint rá, elsősorban közgazdasági kérdésként, vagy sportolóként erre nyilvánvalóan ez így megdobogtatja az ember szívét, hogy valamikor talán ilyen is lehetne Budapesten, Magyarországon. Én erre már közgazdászként tekintek, és hát egy ilyen infrastruktúra építési projektként tekintek rá, és hogyha elnézem az elmúlt évtized magyar infrastruktúra építési projektjeit, akkor én nem vagyok nagyon lelkes, hogy akkor még ezt meg kéne duplázni vagy triplázni egy olimpia rendezéssel. Kim voltam az atlétikai világbajnokságon, nagyon jól éreztem magam, és tényleg jó volt újra találkozni ennek a versenynek a hangulatával, de hogy ez mennyibe kerül a magyar adófizetőknek, arra nem tudok nem nagyon figyelmes lenni, és még egyszer, tehát nagyon erős összefüggés van a korrupció szintje és ezeknek az infrastruktúra építésének a költsége között, tehát, hogy ez egy elképesztő korrupciós lehetőség lenne azoknak a cégeknek, amik ezt építik, és hát nem vagyok meggyőzve nagyon, egyáltalán nem vagyok meggyőzve arról, hogy ennek a
kísértésnek ellen tudnának állni, úgyhogy szerintem nagyon rossz üzlet egy olyan országnak olimpiát rendezni, ahol hát most is a Transparency International korrupció felmérése most jött ki, ugye Magyarország a legkorruptabb ország az Európai Unióba. Tehát én ezt nem tudom más szemmel nézni, mint hogy a korrupciós probléma az ezt is tönkretenni. És a másik pedig az, hogy már beszéltünk arról, hogy az akkumulátorgyártás kapcsán is arról van, hogy persze sok akkumulátor kell, és miért baj, hogy mi gyártjuk. És hát így ránézésre ez most tényleg miért baj, csak ugye tényleg azt kell látni, hogy nagyon szűkös erőforrások vannak, továbbra is nagyon drágán kap Magyarország hiteleket, az adófizetői források tehát szűkösek, és akkor azon kell gondolkozni, hogy mi a legjobb módja ezeknek az elköltésének, és mi a legjobb módja az, hogy a magyar életminőség növekedjen, mert ez lenne a gazdaságpolitika célja, nem az, hogy valami, nem tudom, ranglistán, az akkumulátorgyártási ranglistán hányadikok vagyunk, tehát nem vagyok idegen a rangsoroktól, tehát szeretem a világranglistát, amikor majasat ugrottam, én is rengeteget tanulmányoztam, és nagyon fontosnak tartottam, hogy most 25. vagy 8. vagyok, tehát hogy ez a rangsorok fontosak, de mégiscsak a gazdaságpolitika szempontját azt nem ennek kell dominálni, hanem az életminőségnek. És az a kérdés, hogy az olimpia hozzájárul-e az életminőség növeléséhez hosszú távon, hozzájárul-e ahhoz, hogy a magyar gazdaság termelékenysége növekedjen, és nem gondolom, hogy ez így van. Tehát még egyszer, nagyon jól éreztem magam az atlétikai világbajnokságon, és aki kim volt, szerintem ezt ugyanúgy átélhette, akár a tévé előtt, tehát tényleg csodálatos verseny volt, de nem, tehát ettől nem járul hozzá a hosszú távú növekedéshez, a hosszú távú termelékenység fejlődéséhez, és az életminőség hosszú távú és fenntartható javításához, és lehet, hogy eljön az a pont, amikor már ugye jogállamisági problémák nincsenek, a korrupció szintje csökken, és egyébként megengedhetjük magunknak, hogy ilyen célokra költsünk, de szerintem még nagyon nem vagyunk ott. És végezetül, az tagja az ötvös csoportnak, amit úgy szoktak leírni, hogy hát ilyen csalódott konzervatívokat, értelmiségieket gyűjt össze, hogy látja azt, hogy ugye most a világos, amiket elmondott a gazdasági fogyatokról, azt gondolom, hogy ezt a laikusok is megértik, talán még valamennyire én is. És hogy mégis ez ebből levonható következtetéseket a társadalomban nem nagyon látni. Ugye azt látjuk, hogy helyben ezek az akkumulátorgyárakkal szemben van valamelyest ellenállás. Debrecenben is, most a napokban ugye Sóskutárnok környéken is több, hát eléggé forró hangulatú ilyen lakossági összejövetel volt. De mégsem érezni azt, hogy egy a kormányzati politikával szembeni alternatíva kirajzolódna, és emögött valami társadalmi támogatottság is meg lenne. Egyáltalán lát olyan, akár civil szervezetet, akár valami szakmai szervezetet, akár politikai erőt, amelyik ezt tudná képviselni rövid távon Magyarországon, vagy teljes szétesettség van az ellenzékben, és ennek az a következménye, hogy itt lehet ilyen helyi ellenállás itt-ott ezekkel kapcsolatban, de gyakorlatilag a kormányzati szándék, mint kés a vajba megy keresztül az országon. Igen, általában arról szeretek nyilatkozni, amiről publikáltam cikket, de jó, próbálom ezt óvatosan körülírni. Tehát szakmai gondolkodás arról, hogy merre kéne menni az országnak, az mindenképpen van. Tehát léteznek szakmai csoportok, ezek nem feltétlenül nyilvánosak, de informális csoportok is léteznek hogy nagyjából tudható, hogy hol áll a magyar gazdaság, és az is tudható, hogy mit kellene tenni. Igen. Tehát, hogy ennek ez tehát szakmai belép ez az oktatástól minden, a gazdaságpolitikára. Minden területen vannak programok. Tehát, tehát nem az a kérdés, hogy akkor fogalmunk sincs, hogy pontosan lehet tudni, hogy mit kell csinálni, még pedig azért, mert hát, amikor az ország abban a pozícióban van, hogy még egyszer lakossági fogyasztásban kisebb az Európai Unióban, tehát nem olyan nehéz tanulni másoktól. Tehát, hogy ezek a programok rendelkezésre állnak, és ezek léteznek, ezek egyébként a ellenzék számára is elérhetők. Úgyhogy a szakmai program az azt gondolom, hogy megvan, és még egyszer, hogy ez civil, meg akadémiai, vagy, de az létezik.
Ennek a politikai képviselete a problémás, és hát most nem fogok újat mondani, tehát az ellenzék szétesettsége az nem szerencsés. De még egyszer ezt azt gondolom, hogy a nézők és hallgatók azt mind tapasztalják nap mint nap. Az akkumulátorgyárakkal kapcsolatos tiltakozások is léteznek, és ezek lassan már túl lépnek a helyi szinten. Mégpedig azért, mert tehát itt ott már léteznek olyan civil szerveződések, amik behálózzák az országot. Tehát az, hogy akkumulátor nagyhatalom leszünk, ez azt is jelenti, hogy itt nem arról van szó, hogy egyetlen egy településen megjelenik egyetlen egy cég, és ott a helyi lakosok nem örülnek, hogy a kertjük végében ott van, hanem azt jelenti, hogy lassan mindenki érintetté válik. És olyan módon is érintetté válik, tehát hogyha nincs ott akkumulátorgyár, akkor is érintett lehet. Tehát például itt mondok egy példát, Komáromban a helyi ivóvizet felhasználja az akkumulátorgyár, Tatáról a karsztvizet próbálják oda vezetni, hogy legyen ivóvíz, de hát akkor az meg Tatáról hiányzik. Igen. És akkor itt Tata is érintetté válik. És akkor ezeknek, tehát ez az értéklánc, ez nem olyan, hogy akkor ott van egy gyár, és akkor ott csoportosul minden tevékenység, hanem ez így szétterül. Tehát a különböző alkatrészeket eltérő helyen gyártják, most ugye a hulladék kezelés a probléma, és folyamat, tehát ezek tényleg jelentős mennyiségű selejtet gyártanak ezek a cégek az elején, amikben nem állnak a gépek, azt valahol fel kell dolgozni. Ez nagyon-nagyon veszélyes tevékenység, üzletileg egyébként nem nyereséges, és akkor látjuk, hogy egyre több településen jelentik be az akkumulátorgyártó cégeket, és akkor az ehhez kapcsolódó tevékenységeket, és akkor Debrecen, Göd, Győr-Szent-Iván, most Tárnok, Érd, Sóskút, és akkor így az országba szövődik egy hálózat, ami ennek ellenáll, és az konkrétan tudható, hogy ők kapcsolatban állnak egymással, már van egy önálló szervezetük is, és ez a vidéki Magyarország, tehát tényleg a vidéki Magyarország számára. Tehát Budapesten azért tudja a lakosság, tehát itt nem tudom, a Fidesz talán 20-pár százalékon áll. Inkább 30-valahány, de jó, tehát nem néztem utána. Igen, tehát a teljes népesség körülbelül, tehát Budapesten nagyon alacsony a támogatása. Az országos átlagos képes mindenki. Igen, és akkor hát itt a elvileg a vidéki Magyarország szembesül azzal, hogy mit jelent az, hogy nem építünk a tudásgazdaságra, kifejezetten nemet mondanak a tudásgazdaságra, és mit jelent az, hogy nemet mondanak a minőség alapú versenyképességre, és helyette költség alapon versenyeznek. Tehát az akkumulátor program az ennek a kifejeződése, és hát hogyha valaki akár 5 éve azt mondja nekem, hogy az akkumulátoripari világkongresszuson fogok tartani egy előadást, akkor eléggé meglepődtem volna, de igazából ami ahogy kötődik ez az én korábbi kutatásaimhoz, az, hogy ez kifejeződése a költségalapú versenyképességnek, és annak minden problémájával, hogy akkor ez rengeteg állami támogatást igényel, és nagyon laza környezetvédelmi és munkavédelmi szabályozásokat, és pont azok, akik éppen azt szeretik, akár Sóskúton, akár az érdi kertvárosba, hogy van egy családi ház, kerttel, gyümölcsfákkal szabadon mozoghatnak a gyerekek, azok most megkapják a szomszédjukba egy akkumulátor hulladékfeldolgozót. Tehát ott alakulhat valami hálózat, és azt gondolom, a magyar lakosság ez rádöbbenti arra, hogy ez nem ideológiai, szuverenitási, meg bármifajta ilyen nagyon elvont kérdés, hanem rendkívül konkrét megjelenése van, és amit még hoznék ide párhuzamot, az az, hogy akkor feladjuk a nyugati orientációt, és a nyugati orientáció a tudásgazdaság lenne, és hogy mit jelent a keletire fordulás, hogy jönnek ezek a keleti cégek, keleti életszínvonallal, meg keleti életminőséggel,
És akkor ez nem úgy van, hogy ugye a nagy átlagban, mert ugye az alkotmány kérdése az elég megfoghatatlan a hétköznapokban, meg a mindennapokban. Tehát, hogy most nem tudom, egy ellenzé... Sőt, maga a költségvetési hiány is. Igen, a költségvetési hiány is megfoghatatlan, de így az akkumulátorgyártás az megfoghatóvá teszi azt, hogy mit jelent, amikor nem tudásalapú a gazdaság, mit jelent, amikor kelet felé fordulunk, és hogy ez milyen életminőséget hordoz magába. Hát van, június 9-én azt is meglátjuk, hogy érdemes talán figyelni, hogy a társadalomban ezek a felismerések mennyire születnek meg, majd az eredményekből valamilyen kép kialakul erről. Györfi Dórának nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, és itt volt velünk, és ránk szánta az idejét. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm a meghívást, örülök, hogy itt lehettem. Nézőknek pedig nagyon szépen köszönöm a figyelmet. A Kompország jövő héten új adással jelentkezik. A viszontlátásra.